múlt hétvégén elhunyt Kósi János, 81, élete tele volt kalandokkal, és már a születése sem volt hétköznapi. A Kósi kapitány képtelen kétes könyve című, tavaly megjelent kötetben maga a Tánáda énekes, akinek életéről szól a Blikke heti sorozata mesélt élete nagy pillanatairól, kezdve azzal, miért is született két napon. Azon ritka emberek közé tartozom, akik egyszerre két napon születtek. November 21-én papíron, egy üveg pálinkával történt ünneplés után és november 20-án is. Na igen, a valóságban írta a könyvben Kósi, aki Bukarestben látta meg a napvilágot Kupsa János néven, de a gyerekkora nagy részét már Miskolcon töltötte. Itt jelentkezett a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolába is, hogy zenész lehessen. A felvételin énekelt, ám a vizsgáztató tanár arra kérte, vicsorítson belenézett a számba. Előbb megnézte a felső fogsoromat, aztán lehúzta az ajkamat, megnézte az alsó fogsoromat, majd hátra szólt, óbóla emlékezett vissza. Ezzel pedig örökre megpecsélődött Kósi sorsa, egyértelmű volt, hogy a zene mindig főszereplő lesz az életében. A fővárosba és a pénzügyőr zenekar tagjaként került, majd egy kisebb énekes paródiának köszönhetően egyszer csak az Oeri szerződtetett énekese lett. Innen már csak egy ugrás volt a Tánáddal Fesztivál, amelyen 1966-ban második lett és előadói különdíjas. 68-ban és 69-ben pedig nyert az előbbin a Kislány a zongoránál című dallal, amely örökre összefogott Kósi nevében.